Éppen egy olyan fűszó van ott, hogy olyan volt, mint egy balett táncos nő. Ez az én nagyon kedves helyem. Tehát Endre bácsi, ez másnak egy gyepű. Fűszabokrok, kuszad szövedéke, néhány kerítéskaró, gerenda, a gyerekeknek egy játszóhely. Igen. De neked valami egészen mást jelent. Hát nekem ez nagyon sok gondolat ébresztő motivumot adott. Először itt ott kerítések voltak, amelyek hát olyan volt, mint az én csokvalmi kerítésem, és sok kerítés. Utána pedig aztán rájött a fáknak a sorsa, ahogy nődögélnek, és közben-közben az ember is beleavatkozik itt-ott, formázza őket, hogy ne vessenek árnyékot ide-oda. Na hát azokat, az ott volt a hátam mögötti rész, ez volt a mi Székesebestyén Gyurinak nagyon tetszett az a fa, a hátam mögötti részen, ami volt, hát most már nem úgy néz ki, de azt már akkor rajzoltam, mert abban láttam nagyon sok lehetőséget, hogy a mi küzdelmeinket és sorsunkat, ezek ahogy egymással ott versenyeznek a növésbe, kifejezi. Mióta jársz ide ki erre a helyre rajzolni? Hát az 10 éve is volt. 10 éve, mert itt virattam sokszor. Itt láttam, hogy dereng az ég és hajnalodik. Azok ott megvolt a sor jegenye, ott egészen a házig tovább. Az nekem akkora élmény volt. Sokszor megrajzoltam. Aztán mikor már feljött a nap, akkor mentem el. De mondom, itt sokszor itt néztem meg a víradatot. Vagyis azt, amikor itt jön fel a nap, és még gyönyörű kék az ég, még messze van, csak az ég már látszik, hogy megkapta azt a gyönyörű kéket. Amilyen a Van Gogh képeim vannak, ezek a holdvilág és csillagos ég. A legelőször én ezeket nem is mutattam senkinek, és aztán egyszer véletlenül egy ismerősöm meglát, hogy jó, azt mondta, ezek a jók. Hát mondom, hát ez semmi, és akkor nem, az, hogy ez nagyon érdekes. Aztán mutattam meg Sebőnek. Hát a Sebő is azt mondta, és aztán most, amikor állította össze a katalógus, hát akkor vagy 3 változatát annak a motivumnak, ami itt készült, beletette a katalógus, hogy hogyan alakul egy motivum. Hát itt tulajdonképpen az volt, hogy az első az csak tapogatózás volt arra, hogy az össze-vissza fordult formákat, hogy a másiknál ott már megrajzoltam, és közben neki pont azok tetszettek, amelyek nem voltak megrajzolva, csak úgy sejtetett. Életednek volt-e olyan korszaka, amikor inkább panoráma képekben gondolkodtál, nem ilyen kicsi részletekben? Jaj, hát volt, amikor nagyon, nagyon úgy, mint, hogy mondjam, a táblabíró világkora, Markó Károly, és azokat, vagy Barabás Miklós, ahogy az olasztályokat, vagy ezeket így rajzoltam, vagy festettem, ez festmény, a Laposkő. Van ott egy olyan hely, hogy Laposkő. Na ez volt 53-ban az első képem, ami bekerült a megyeik tárlatra Kolozsvárt, és felkerült ez, és a hóolvadás Bukarestbe is. Ez 53-ban.
összefonódás.